Ahogyan az kora esti közvetítésünkben is láthatták, a labdarúgó Európa Ligában a Ferencváros idegenben 1-0-ra legyőzte a Leti Jelgava együttesét, így 2-es győzelemmel 3-0-ás összesítéssel jutott tovább a második selejtező körbe. Nem pontos a beadás, Amadunak szerencséje van. Varga kérte volna a másik oldalon egy lövés messziről. Ledesma. A háttérben Máté Csaba, Ralf Cumdik és Ház Ferenc a Fradi kispadjának bal oldalán. Dibusz! Új! Elég furcsán érte ez a labdához hozzá. Nem tudom, hogy talán a nap zavarta meg, mert hogy pont onnan fúj, ezt el tudom képzelni, hogy belesütött a nap a szemébe, mert ezt merre vette ezt a labdát, csak kiejtette a kezéből. És aztán ebből van is egy fejes, az előre húzódó Osz, aki egyébként a csapat legeredményesebb játékos a 6 góllal a lett bajnokságban. Varga. Lovrencsics megint. Ledesma támadja, Lovrencsics pedig még időben szabadult a labdától. Böle, nagyon harcosan, Böle még, kapufab, rúgjuk be, és ez sincsen bent. Priskin mérgelődik, szegény, hogy azzal, hogy a kapufáról visszapattant a labda, kaptunk még egy lehetőséget a gólszerzésre. Böle Lukács szólója előtt. Úgy ment el, mint a grupamában a második gólt megelőzően egyébként Böle Lukács lent a jobb oldalon, és most óriási mázlia volt a Jelgavának. Megint jön a visszagurítás, ugye akkor érkezett Varga Roland a grupamában és belőtte, most Priskin Tamás nem fért oda a kapufáról visszapattanó labdára. Nem sokon múlott, mind a kétszer csak pár centin. Gera, ő is elpasszolja, Botka visszaszerzi még, Gera. Varga Roland bemozgott, Varga veszi le gólhelyzetben, és mellé. Lehet, hogy les is volt egyébként, mert elvileg Xtens beleért, tehát ha nem a Ferencváros jön, akkor már korábban lefújta a játékvezető les miatt. Igen. Koch megint. Nehezen, kicsit körülményesen jön most előre a labda a támadáshoz. Ez viszont egy remek indítás. Priskin. Visszagurítja, Böle gólhelyzetben, ez is szép még. És kimarad Varga lövése, ott a lehetőség. Na végre bent van. A gólszerző Priskin 1-0 a Ferencvárosnak. Már megmondom őszintén, kezdtem azt gondolni, hogy ez a lehetőségünk is kimarad. Megint volt benne némi szerencséje a Ferencvárosnak, hogy úgy pattogott a labda, ahogy. A lényeg azonban az, hogy összesítésben most már 3-0. Priskin keresztet vet, és megköszöni az égieknek. 1-0 tehát a Ferencvárosnak. De nagyon szép volt egyébként maga az akció, és itt szerencsénk van, hogy visszapattan, és még egy lett játékos lába is hozzáér. De a lényeg az, hogy gól. A labda a Ferencvárosé, lehet vele menni, Böle, érkezik Priskin, benne a 16-oson belül, oly de gyenge gurítás. Hát egymás hegyén hátán a játékosok. A játékvezető egyelőre figyelmeztet, a háttérben a Fradi játékosok melegítenek. A kettő, hát most így 10-12-en biztos ott bent azon a pár négyzetméteren. Osz, 54. perc. Ott pattog. Rúgnak ugyan egy gólt a lettek, de ezt nem adják meg. Megadják? Nem. Én szerintem azt lefújták. Hiába örül a nép. Na itt van még egyszer az az Oszféle nagy bedobás. Ott valószínűleg lehetett egy lökés bent. Hát a második félidőben azért nagyot esett a meccs színvonala, amúgy sem verdeste az egeket, vagy az eget, de ez most még annál is gyengébb. Kluskins.
Alinho messziről mellé. 73. perc. Ott a csúsztatás, és óriási mázlink van, hogy elment keresztbe. Menhez kapura megy. Nem tudom, hogy Dibusz hozzá tud-e érni. Hát a második fél idő az nem a Ferencvárosé. Sikerült belecsúsztatni, csak irányítani már szerencsénkre nem nagyon. Inkább ez egy vállalás volt, mint egy fejelés. Egyelőre Botka. Amadou, benne a 16-oson belül. Amadou még! Belefújnak, nincs gól. Akkor marad az 1-0, les volt. Élesen kapura, szerencsére sikerült kifejelni onnan a labdát. Kauber. Ledesma. Újabb ívelés. Ott a fejes mellé. Ezt most Osznak megköszönhetjük, mert simán, tisztán bele tudott fejelni ebbe a labdába, ahhoz képest nagyon mellé ment. Bizony, ez egy tiszta lehetőség volt. Fogja is a fejét. Ledesma. Ott akarja elcsavarni, hogy kiúrik az ember a sorfalból. 89. perc. Végül nem Ledesma lövi el, és fölé is megy. Hanem Kluskins vállalta magára ezt a szabadrúgást. Pont arra a sarokra tekerte egyébként, ahol Dibusz állt. És a játékvezető úgy dönt, hogy hát akkor legyen vége ennek a mérkőzésnek. A Ferencváros tehát idegenben is nyerni tudott. 1-0-ra Priskin Tamás 37. percben lőtt góljával. Íme itt van a gólszerző. Összesítésben 3-0. És bár ez mindenféleképpen dicsérhető, hogy kettős győzelemmel ment tovább a Fradi, azért ne felejtsük el, hogy ez a Jelgava. Azért ez nem volt egy túlságosan nehéz együttes.